silány minőségűek, ideológiailag a 9. esként az kifogástalan. Történelemből ez nem így van, de irodalomból így van. Minden más szempontból pocsék, illetve nem még stilisztikai szempontból is jó, és helyesírásilag is jó, csak a módszertan. Vegyük például a 9. irodalom kísérleti tankönyvet. Nagyon mutatós, szép külalakú könyv, ráadásul nagyon rendezett. Egy lecke, egy oldalpár. Ez a felszínen vonzó. A baj csak az, hogy ez az oldalpár kaloda. Ami azt jelenti, hogy akkor is egy oldalpár van, hogyha egy egyszerű versről van szó, meg akkor is egy oldalpár van, hogyha a Hamlet elemzése, vagy az Antigone elemzése, vagy az Oedipusz király elemzése. Tehát ez a formai rendezettség, ez nagyon sokszor felszínességet sugal, vagy felszínességet okoz. Azért is felszínességet okoz, mert a szép rendezett oldalpár úgy kezdődik, hogy van egy közlőszöveg, egy ilyen féloldalas tanduma. Ez nagyon jellemző szemléletileg is. Először megmondják, hogy mit kell gondolni a szerzőről meg a műről. Nem kérdésekkel, nem feladatokkal kezdődik, nem gondolkodni tanít, hanem először megmondja a tutit. Illetve előtte még megpróbál a gyerekhez közvetlenül szólni, hétköznapi példákat hozni, de valójában ezek a hétköznapi példák a műtől többnyire elvisznek. Hadd hozzak egy példát. Ugye a görög színház tanításánál szó van a Dionisziákról, a nagy színházi ünnepekről. És előtte megkérdezik a gyerekek, hogy te milyen ünnepeket szeretsz a legjobban. Na most azt gondolom, hogy ha valaki elkezd mesélni, hogy a születésnapot meg a karácsonyt szereti a legjobban, akkor nem fog eljutni ahhoz, hogy a Dionisia meg a politikai és vallási színházi ünnep az mit jelent. Tehát azt gondolom, hogy ilyen bárgyú hétköznapiság van a könyvekben. Hozok más példát is a bárgyú hétköznapiságra, ami igen jellemző erre a sorozatra. A bárgyú hétköznapiság egy másik példája az, amikor a Róma és Júlia felvezetésében a tankönyv az iránt érdeklődik a gyerekektől, hogy mi a véleményük az imidzsépítésről, a karakterfelépítésről. Na most a probléma az, hogy ez egy nagyon érdekes téma, és a gyerekek lehet, hogy beszélni fognak arról, hogy egy sztár karakterét hogy építik föl, vagy a maguk karakterét hogy építik föl, hogy népszerű legyen. De a Rómeó és Júliában erről nincs szó. Na most, hogyha elkezdenek a mindennapi élet és a gyerek nyelvéhez közelítő feladatokkal foglalkozni az órán, akkor az nem rávisz a Róma és Júlia tárgyalására, hanem elvisz attól. Na most egyébként minden kulcsfontosságú műelemzése rossz a 9. tankönyvnek. Tehát most nem tudom felsorolni, hogy rossz a Homérosz elemzés, rossz az Antigone elemzés, rossz az a tankönyv Oedipusz elemzése, mert a digitális háttéré nem rossz, rossz az isteni színjáték elemzése, rossz a fösvény elemzése, rossz a Hamlet elemzése, rossz a Rómeó és Júlia elemzése, rossz a Szigeti veszedelem elemzése, tehát csak a kulcsművek elemzése rossz a 9. tankönyvben. Hozok egy pici példát Hamletre. Ugye megint így jópofizni akar a tankönyv és gyerekközeli módon gondolkozni, ezért azt állítja, hogy a lenni vagy nem lenni monológ azt a kérdést veti föl, hogy az ember az elfogadja a világot olyannak, amilyen, kompromisszumokat kössön vele, vagy pedig lázadjon ellene. Na most ez egy valóságos probléma a kamasz számára, az a probléma, hogy Hamletnek ez nem kérdése, ez a lenni vagy nem lenni monológ kapcsán vetődik föl, Hamletnek ugyanis egy másodpercig nem jut eszébe, hogy elfogadja a világot olyannak, amilyen. Tehát ezen egyszerűen nem gondolkozik, hogy elfogadja Claudius rendjét. Azaz, a kérdés gyerekközeli, de Hamlet nem erről szól, hanem más, egyébként szintén gyerekközeli problémákról. Tehát nekem pontosan az a probléma, hogy ezek ilyen finomságok. Na de nyilván a műértelmezés az finomságokon múlik. Össze-vissza az egész anyag abból a szempontból is, hogy a fogalmak többféleképpen szerepelnek. A tankönyv közlő részében a katarzisról egészen mást olvashatunk, mint a fogalom meghatározás részében, illetve mint amit a digitális háttéranyagban. Ugyanúgy az eposzi kellékek számáról mást olvashatunk a tankönyv főszövegében, ott úgy emlékszem, hogy 5 van, vagy 6, a fogalomtárában 8 van, és van olyan, ugye ez az azt jelenti, hogy a bal oldalon 6,
eposzi kellék van, a jobb oldalon 8. Na most el kéne dönteni. A digitális anyagban pedig egy harmadik felsorolás van, amiben szerepel olyan eposzi kellék, ami sem a folyamatos szövegben, sem a mellette fogalommagyarázatban nem. Most ez a fajta trehánság, hogy nem tudta a bal kéz, hogy mit csinál a jobb kéz, jellemző az egész sorozatra. Ismét a középiskolai irodalom tankönyvekről beszélek, mert ahhoz értek jobban. A tankönyvsorozatra egy általában nem igaz, az, hogy ideológikusan lenne elfogadhatatlan, vagy hogy át lenne politizálva, vagy át lenne ideologizálva, ez általában nem igaz, de azért néhol vannak benne furcsa dolgok. Például a felvilágosodásnál és Volternél nem íratik le az a szó, hogy antiklerikalizmus, hogy egyházellenesség. Most miután Volter egyik meghatározó törekvése és a felvilágosodás egyik meghatározó törekvése az egyház bírálata volt, így az a tankönyv ideológiai is problematikus, amely Volternél, illetve a felvilágosodás bevezetőjében nem említi az egyház ellenességet, illetve azt a törekvést, hogy egyházat és államot széllyel válasszák. No, meg például arról nem szól, hogy a felvilágosodás a születési kiváltságokkal, a rendi jogokkal állt szembe, és azokkal szembeállította a természeti jogokat, az emberi jogokat. Na most ez ma különösen fontos, amikor vannak olyan politikusok, akik az emberi jogokat szép, kedves, de nem igazán lényeges dolgoknak tartják.